Háromtagú francia delegáció látogatott városunkba február 9-én. A vendége programját mi is nyomon követtük. A küldöttség tagjai voltak Jean-Claude Mignon, országgyűlési képviselő, az RPR-nek, a gólista pártnak a kelet-európai országokkal való kapcsolatfelvétellel megbízott országos titkára, Dan-Marie Lully polgármestere, Jean-Pierre Delalan, országgyűlési képviselő, a gólista párt helyettes parlamenti frakció vezetője, és kísérői a tatai születésű Georges de Lentulai de Verbo, azaz Lentulai György, a francia becsületrend lovagja, francia gyáros. A delegáció szombaton igen zsúfolt programot bonyolított le. Reggel a polgármesteri hivatalban találkoztak a város vezetőivel, és megbeszélést folytattak a testvérvárosi kapcsolat felvételéről. Elhatározták, hogy a kölcsönös előnyök alapján szoros együttműködést kívánnak megvalósítani az élet minden területén, így politikai, gazdasági és kulturális téren egyaránt. A látogatás következő helyszíne az edzőtábor volt, ahol a vendégek megnézték a létesítményeket, és tárgyaltak a Franciaországból érkező turisták lehetséges elhelyezéséről. Ezután rövid séta következett a városban, majd a francia vendégek az Ötvös gimnáziumban megnézték a szalagavató ünnepét, és tárgyaltak a diákcsoportok csere utazásáról is, melynek célja a nyelvtanulás lenne. A szombati program befejezéseként a tatai televízió stúdiójában rövid beszélgetésre invitáltuk a vendégeket. Milyen benyomást szereztek itt az urak a mai délelőtt folyamán? Lenyűgözött a csodálatos tatai panoráma, a kedves vendéglátás. Örülök, hogy ilyen történelmi múlttal rendelkező várossal lesz kapcsolatunk. Úgy érzem, hogy kötelességem segíteni a hagyományos magyar-francia barátság erősítését. Remélem, hogy kölcsönös látogatásokkal jobban megismerjük majd egymás életét, munkáját. A francia emberek mit szólnak ehhez a kapcsolathoz? Egyáltalán tudják, hogy hol van Tata? Több kelet-európai országban is jártam a közelmúltban, mégis úgy döntöttem, hogy Magyarországon keresünk testvérvárost magunknak. Gyakorlati kérdésekről is tárgyaltunk. Hamarosan francia üzletemberek érkeznek Tatára, és reméljük sikerült tőkebefektetőket hozni és új munkahelyeket teremteni. Ezzel is szeretnénk hozzájárulni a munkanélküliség csökkentéséhez. Bízom benne, hogy az edzőtábor csodálatos környezete, a remek konyha és az elsőrangú elhelyezési lehetőség sok sportolót és egyéb vendéget is ide fog csalogatni Franciaországból. Diákok kölcsönös cseréjével pedig a családok közötti kapcsolatokat szeretnénk kialakítani. Szeretném hinni, hogy ez a mostani rövid vizitünk is hozzájárul majd a barátság elmélyítéséhez és a testvérvárosi kapcsolat igazi élettel való megtöltéséhez. Szombaton francia vendégei voltak az önkormányzati testületnek, ahol elsősorban gazdasági kapcsolatokról volt szó. A Városházán késő estig tartott az a fórum, melyen városunk üzletemberei találkoztak Arnaud de Morsult úrral, a Párizs környéki gazdasági kamara elnökével. A találkozáson, melyet Lentulai György kezdeményezett, kölcsönösen felmérték a további gazdasági kapcsolatok lehetőségeit, tervbe vették egy regionális iroda létesítését, mely a Pest környéki megyék gazdasági tevékenységét koordinálná a francia partnerek felé. Ez a találkozó csupán első lépés volt, reméljük konkrét üzletek is születnek majd, melyekről beszámolhatunk. Francia gazdasági delegáció járt Tatán két héttel ezelőtt. Vezetőjük Arnaud de Mercour úr volt, aki a Párizs környéki iparkamara elnöke. A megbeszéléseken részt vettek városunk nagyobb ipari létesítményeinek vezetői, akik ezúttal már konkrét gazdasági kapcsolatok létrehozásáról tárgyaltak a vendégekkel. Létrejött üzletekről a későbbiekben folyamatosan adunk tájékoztatást. Thank you.
Rég várt meghívásnak tehetett eleget a Kendetleni Tánc Egyesület. Franciaországi útjukra az egyesületet tartott Doba György alpolgármester és Barassó Csaba, az idegenforgalmi bizottság elnöke. Nézzék meg az útra készült összeállításunkat. Utunk első állomása Versailles. A királyok lakhelye, a pompa és a gyönyörű park lenyűgöző. A termek díszesek, márvány, hatalmas festmények, brokád, vársony és tükör a jellegzetes díszítés. Ez volt 14. Lajos, a Napkirály rezidenciája is. Versailles hatalmas területen helyezkedik el. Gyönyörű parkok, szökőkutak, medencék, szépen nyírt bokrok. A termek díszítésében nagy hangsúlyt helyeztek az aranyozásra. Olyan, mint egy mesevilág. És itt már a parkban vagyunk. Megérkeztünk Vignyben. Ez már a Vignyi templom, a főtér. A polgármester finom ebéddel várt bennünket. Jellegzetes francia ételt ettünk. Jó hangulatban telt el az étkezés, a gyerekek szerencsére nem voltak fáradtak. Aggódva figyeltük őket, mert este fellépésük volt. Meglátogattunk egy iskolát. Az iskolában az osztálytermeket bemutatta egy tanár. Kenderke Néptánc Együttes franciaországi vendégszereplését és a mi meghívásunkat tulajdonképpen Lentulai Györgynek köszönhetjük. Igen, inkább nem nekem, hanem a Kenderke létezésének, miután ezelőtt 2 éve, amikor a Kenderke meg lett szervezve, akkor én, mint egyik alapító tag részt vettem az alapító gyűlésen, és az ellenzéki bizottság elnökeként természeti szívügyemnek vettem, hogy a Kenderke Franciaországban, ahol én élek, hogy ide tudjon jönni, bemutatni a tehetségét. Thank you.
ez már a szállás. Nagyon szép környezetben helyeztek el bennünket. A szobák egyszerűek voltak, de tiszták és praktikusak. Szállásunkról rálátunk a Szajnára, és itt már a késői étkezés, a reggeli, 11 órakor. Mindenkinek nagyon ízlik a francia konyha. Többfogásos ételeket szolgálnak fel, és ezek a képek már Fontainebleau-ban készültek. A Fontainebleau-i kastély és a park. A francia építészet jellegzetes épületei. A parkokban sok a szökőkút. Jellemzőek a hatalmas terek. Ez pedig már a Dammarie-le-Lisi fogadás. Nyilvánul a polgármester vár bennünket. A város önkormányzatok képviselőtestülete és a polgármester úr nevében is tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Polgármester úr említette, hogy Magyarország és Franciaország nagyon messzire van egymástól. Mi most többek között azért is vagyunk itt, hogy ez lehetőség szerint csak földrajzi értelemben legyen így, és minél hamarabb közelebb kerüljünk egymáshoz. Ezért szeretném megköszönni a polgármester úrnak, a város önkormányzatának, a magam, valamint az együttes vezető és a gyerekek nevében is azt a szívélyes meghívást, amelyben bennünket részesítettek, és azt a tényleg féltő gondoskodást, amelyben részünk volt eddig is. Relation avec la commune de Tata depuis maintenant environ un an. Et nous avons eu l'occasion déjà, nous. A polgármester úr visszatér, hogy felfrissítse egy kicsit a memoárt, olyan formában, ugye, hogy ők már jöttek egyszer el Franciaországba, amit követett a tatai polgármester küldöttség itten. Most másodszor itt van a tanácscsoport, és az jövőben ő szeretnék mindenelőbb a testvérségi kapcsolatot felállítani, hogy a két város között konkrét egyesülés jön létre. Szeretné felhívni a figyelmet, hogy a testvérségi kapcsolatnak a kialakítása az nem a két polgármesteren múlik és az ő aláírásokon, hanem a két város lakosságának az egymás megismerésén, valamikor is hát idejönnek
a lakosok Tatáról és az itteniek elmennek oda, hogy a városban az emberek egymást megismerve legyen kívánatuk arra, hogy a testvérségi kapcsolatot fölállítják, ami hát folyamatban van, és hát reméli, hogy nagyon közel a jövőben ez meg is fog történni. Köszönöm a beszélgetést. Merci, merci. Merci, bon séjour. Este Nemzetközi Folklórfesztivál. Three nights.
Végig megyünk a sarkán. But when one day your loved one drifts away, ay 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 ay, that is so tragic. Jellegzetes párizsi utcát látunk, és megérkezünk a Notre-Dame-hoz. A Notre-Dame épülete lenyűgöző. And then we parted with that beautiful lady, and I met another very attractive woman. A délelőtti, vasárnap délelőtti misére érkeztünk. It's the wrong time, in the wrong place, though your face is charming, it's the wrong face, it's not her face, but such a charming face. Rengeteg a turista, de mindez nem zavarja a délelőtti misét, s már is itt a szajna. Párizsban kitelepültek a cukrászák és a szórakozó helyek. A járdákon asztalok és székek, és előttük mennek el a járókelők. Ez a buszunk. És megérkeztünk Napóleon sírhelyéhez. Ez pedig már az Eiffel-torony. A csoport tagjai szétszélednek, egy kis utazás, és előttünk Párizs panorámája. Feltűnő a levegő tisztasága Párizsban és a világos épületek. Ez pedig már a Concord tér. Itt magasodik Napóleon egyiptomi győzelmének emlékére elhozott obeliszt. Az opera épületét látják. That our love affair was too hot. Előttünk a Pompidou központ. Folytatjuk Párizsal az ismerkedést. A Bastille helyén magasodik ez az emlékmű. És előttünk a Sacré-Cœur. A Sacré-Cœur épületi lenyűgöző. Lentulai úr gyertyát gyújtott érkezésünk örömére, ezt a gyertyát pedig azért gyújtotta, hogy egészségesen hazaérjünk. Sejtelmes a fény a templomban. A délutáni mise folyik. S
Párizs látképe a Sacré-Cœurtől. A Montmartre. A festőkutája. Meg festő képek. Rengeteg a turista. Igazi párizsi büskés. Et près de la gendarmerie, les express. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle au souvenir d'un soir. Franciaországi útunk lassan véget ér. Les ardeurs, nos cœurs, je me rappelle, c'était si Néptánc Egyesület befejezte franciaországi utazását. Ezeket a gyönyörű élményeket Lentulai Györgynek is köszönhetjük. Mi az ön tapasztalata? A két nap alatt mit tört le? És milyen további tervei vannak? Igen. A két napi tapasztalatomat következőkben tudnám összefoglalni. Először is nagy örömmel vettem kézbe a tánccsoportot a Versailles kastély látogatása után, elvéve Vinyiben, amely helyen kiváló tánccal az egész lakosságnak a tetszését elnyerték. Annak ellenére, hogy a gyerekek nagyon hosszú utat tettek meg, feltűnően friss erővel és nagy lelkesedéssel táncoltak, és a polgármester még át is telefonált a Damarellisbe, mondva azt, hogy nagyon örült, és nagyon meg van elégedve azzal a programmal, amit összeállítottunk. A Kendelke Tánccsoport egy nagyon szép kis szalagot kapott, amely nekem azt a elgondolást eredményezte, hogy kértem a Kendelke vezetőjét, Farkasnét, hogy nézzen utána, hogy hogy lehetne egy zászlót a Kendelke részére elkészíteni, amelynek a költségeit vállalnám, tehát ez egy egyik jövendőbeli elgondolásom. Másrészt pedig az, hogy a kiváló táncukkal elnyerték úgy a tetszésemet, hogy jövő év tavaszára két francia városban fogom őket hívni újból táncra, amely már le is van tárgyalva, és amelynek a konkretizálását a táncukkal mondjuk hát elnyerték olyan formában, hogy biztos vagyok, hogy probléma nem lesz a tavaszi tánccal, ami a Kendelke létezését talán nehezíti, hogy nincs elég támogatás, és szeretném kérni itt nyilvánosan a város polgármesteri hivatalát és a város választmány tagjait, hogy a Kendelkét talán anyagilag jobban kellene segíteni, mert ez a csoport, amelynek én egyik alapító tagja vagyok, nagyon kitett magáért nemzetközi viszonylatban, és gondolom, hogy Magyarország és a Tata város hírnevének a növeléséhez feltétlen a Kendelkét előbbre kell vinni, amely pénz nélkül nem lehet, tehát sürgős segítségre van szükség, úgy helyiség, mint a felszerelés és egyéb anyagi támogatás, ami a létükhöz, a irodai költségek, stb. Szükséges. Ezúton szeretném megköszönni a Tatai Televízió nevében is Lentulai Györgynek azt, hogy hozzásegített bennünket ehhez a nagyon szép utazáshoz. Szeretném megköszönni külön azokat a szép programokat és a programok lebonyolítását. Szeretnék megköszönni mindent, amit ezen az úton mi kaptunk. Még egyszer köszönjük. Nagy örömmel, csak a tatai születésű kötelességemet teljesítettem. Egy egészen más témával folytatjuk tovább. Damarellis, a francia kisváros 3 éve lett a testvérvárosa, és ennek a kisvárosnak 10 éve van testvérvárosi kapcsolata.
Montabellónával, ez egy olasz település, és ezt az évfordulót pünköstkor ünnepelte, a francia kisváros és természetesen minden testvérvárosát, köztük Tatát is meghívták. Dammarie-l'Élysée. A Párizstól mintegy 40 kilométerre fekvő kisváros 3 éve sorakozott fel Tata testvérvárosai közé. Sok mindenben hasonlítunk, és sok mindenben teljesen különbözünk egymástól. S ha már abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy rokonainkat mi magunk választhatjuk meg, legalábbis beleegyezhetünk abba, hogy választanak-e minket, Dammarie-l'Élysée-zel jól jártunk. Akik a városból vállalnak minket, szeretnek is. Érdekesek vagyunk. Egy kicsi, törekvő, ahogyan ők mondják, csupa szív és akarat nép Közép-Kelet-Európában, akiknél még él a barátság. Általában egyáltalán nem ismerték Magyarországot. 56-ról hallottak valamit. De mióta, ahogy ők nevezik, a zsümlás létrejött, csak gazdagodtak általunk. Szívesen fogadnak minket, és szívesen jönnek hozzánk. Sőt, városukban egy szépen gondozott tér Tata nevét viseli. La Place de Tata. S ha az átutazó idegennek a név nem is mond semmit, pillanatra megcsodálja a virágba öltöztetett kis darabját városunknak, Dammarie-l'Élysée-ben. Itt nincs semmiféle hátsó szándék, mondja Patrick Gruel, a nemzetközi kapcsolatokért felelős polgármester helyettes. Nem az üzlet, a piac az érdekes, persze nagyon jó, ha vállalkozóink segíteni tudják majd egymást és a testvérvárosi kapcsolatot. Az a fontos, hogy kíváncsiak vagyunk egymásra. S a nyelvi nehézségekkel is, de van mit mondanunk egymásnak. A mi városunkban már ismerik Tatát. Ha innen valaki Közép-Európába utazik, esetleg Magyarország csábítja, biztos, hogy Tatát választja bázis helyül. Hiszen ha odautazik, a zsümlás szellemében itthonról hazamegy. Erre biztosíték az a néhány alkalom, amit mi ott töltöttünk. Számíthatunk rátok, mondja Patrick Gruel. Ez pedig annak köszönhető, hogy polgár keresi a kapcsolatot polgárhoz, emberek kíváncsiak emberekre. Nekik, mármint a franciáknak, teljesen természetes, hogy egy olyan kicsi országban is tanítják a nyelvüket, mint Magyarország. Persze azért nagyon jól esik hallaniuk a bátortalanul szerkesztett mondatokat, s a szájuk szögletében bujkáló boldog, büszke mosolyjal segítenek a szórenden. Hiszen a kapcsolat a jövőnek köttetett. Önzőn terjeszteni, szélesíteni a francia nyelv és kultúra ismerőseinek táborát, s önzőn franciául átlopni valamit magyarságunkból, történelmünkből, irodalmunkból, mindamból, amit Európa méltatlanul mellőz belőlünk. Követeink pedig a diákok, akik pillanatok alatt megtalálják helyüket az idegen környezetben, és akiket, mert szépek, kedvesek és okosak, pillanatok alatt befogadtak. Eszméletlenül kedvesek, és semmit sem adnak, hogy mit csináljunk itt, vagy segítsünk semmit egyszerűen. És... Akkor hogyan tudtok beilleszkedni a család életébe? Hát, egyáltalán mit csináltok egész nap? Hát rengeteget eszünk. És... Franciául esztek? Igen. Nagyon finomak a francia ételek, csak kicsit másak. És vacsora után rengeteget beszélgettünk, még énekeltünk is. És nagyon aranyosak. Mi lesz a nyáron? Ti jöttök-e ide? Beszéltetek-e meg valamit, vagy ők jönnek-e hozzátok? Hát még semmit sem beszéltünk meg, de úgy néz ki, hogy ők jönnek Magyarországra júniusban vagy júliusban. Nem nehéz, hogy ők végül is felnőttek, és nem diákokkal kerültetek közelebbi kapcsolatba? Egyáltalán nem, ugyanolyan aranyosak, és bármiről el lehet velük beszélgetni, tehát bármiről. Biztosan gondoltál arra, hogy milyen lesz a franciaországi kirándulás ehhez képest? Hogyan alakult? Ehhez képest sokkal jobb volt. Voltam már külföldön előtte is, de ilyen kedves emberekkel sosem találkoztam. Azt hittem, hogy nehezebb lesz a beilleszkedés. De... Miben tudnak ők segíteni? Hát... Bármiben, amit kérünk, de még annál is többen. Szinte kitalálják minden gondolatunkat. Fejlődtetek-e valamit ez alatt a pár nap alatt, vagy ilyet butaság kérdezni? Tehát érezhető, hogy esetleg szavakban gazdagabban tértek majd haza? Hát inkább az, hogy közvetlenebbek vagyunk már a franciákhoz, azt hiszem, az elején. Fontos ez, hogy egyáltalán másik néphez közvetlenebbek legyen? Igen, nagyon, mert... Ha nem tudunk annyira közvetlenek lenni, beszélni sem tudunk szerintem velük. Sokkal jobb így. Nagyon aranyosak voltak, és úgy fogadtak minket, mintha nagyon régi ismerősök lennénk. Az étkezések voltak talán a napfénypontjai. Tényleg elhúzott a 2-3 órán keresztül, és első nap is megérkeztünk a 20 órás út után,
és akkor 10-tól 12-ig úgy vacsorázgattunk, énekelgettünk, szóval nagyon kedvesek voltak velünk. Le jumelage entre Damaril et Lise et Tata. Mióta a zsümlázs létezik, már többször is jártunk Magyarországon. A magyarok nagyon sok jó tulajdonságát ismerjük. Hibájuk azt hiszem nincs is. Mi egyébként is sokat utaztunk, eddig főleg Nyugat-Európában, meséli a Le Mouton házas pár. De a magyarok mások. Nem vonnak falat a család köré, teljesen természetesen nyílnak meg a vendég előtt. Csodálatos, ahogy nótázni tudnak, ahogy magától értetődően vállalják örömüket, bánatukat az idegen előtt is. Nálunk ez már kiveszőben van. Kedvesen mosolygunk a vendégre, de nehezebben engedjük közel magunkhoz. Így nem csupán mi tudunk segíteni a lányoknak, hanem nagyon sokat tanulunk is tőlük. Szükségünk van a kapcsolatokra. Színesedünk tőle, hiszen más kultúra, más viselkedés, más filozófia, na és nem utolsó sorban más konyha. És az ő konyhájukhoz a sajt feltétlenül hozzátartozik. A magyar delegáció ott járt a kora sajtrendek képviselői, több órás ceremónia keretében sajtlovaggá avatták az arra érdemeseket. Hogy ennek milyen és mekkora jelentősége van, csak akkor sejtheti meg az idegen, ha tudja, mit jelent a franciák számára a sajt. Nemzeti büszkeségük tárgya, a különböző sajtok gazdagsága. Bőven számolva 1000-nél is többnek mondják, ahány fajtát gyártanak. Ami biztos, az év valamennyi napjára más-másféle jut. A legismertebb a camembert, amely tehéntejből készül, és a hozzáértők szerint októbertől júniusig a legízletesebb. Ugyanebben az időben kínálható a ponlévek. A kecsketejből készült sajtok, mint például a Saint Marcellin, viszont tavasztól őszig a legfinomabb. A nálunk is ismert Roquefort sajt alapanyaga jutej. De hiába való vállalkozás lenne a 100 és 100 finom sajtfajtát felsorolni. Az ünnepélyes esten Damaril et Lise polgármesterét Jean-Claude Mignonti sajtlovaggá ütötték. A polgármestert, aki 3 évvel ezelőtt tulajdonképpen ránk talált. Jean-Claude Mignon ugyanis a francia parlament külügyi bizottságában a kelet-európai térséggel foglalkozó szekció vezetője. Munkája kapcsán találkozott Tata polgármesterével és néhány képviselővel. Elsőként volt a rokon szent, ember és ember között, utána az ötlet, mindezt szentesítsük a testvéri fogadás szerződésével. Mindig is szerette Magyarországot, mert Magyarországnak múltja, történelme van, mert a magyar olyan nép, amely fejlődésben van és előre is jut ebben a fejlődésben, mondja a polgármester. Ön arról beszélt, hogy a testvérvárosi kapcsolatokban is borzasztóan fontos a hűség. Mit jelent ez? De l'amitié et de la fidélité. Je crois que lorsque l'amitié. Azt hiszem, hogyha létezik barátság, teljesen természetszerűen léteznie kell hűségnek is, válaszol a polgármester. A hűség a barátságban, hogy is mondjam, én kedvet érzek ahhoz, hogy hűséges legyek Tata városához. És ez jelenti a segítséget, hogy támogatást tudunk nyújtani, hogy valóban partnerek lehessünk. Ha létezik a barátság, mintha egy párkapcsolatban létezik a szerelem, akkor mindent megosztanak egymással, a kellemetlen perceket, a nehéz perceket is. A testvérvárosi viszony is valami hasonló. Számomra Tata olyan város, amelyel sok mindent szívesen megosztanék. A legfontosabb, hogy az egész kapcsolat önkéntes legyen, spontán, hogy ne kötelességből csináljuk, ne kényszeredetten. Ne érezzük kényszernek, vagyis szabadon cselekedjünk. Ez fontos feltétel, jelöli meg a polgármester. És amit a hűség számomra még jelent, tudom, hogy vannak bizonyos tervek, amelyek szívügyüknek tekintik Tata fejlődését gazdasági téren. Én, mint polgármester és mint országgyűlési képviselő, francia országgyűlési képviselő, aki az Európa Tanács parlamentjének is tagja vagyok, minden rendelkezésemre álló eszközzel ezért cselekszem. Damaril et Lise képviselőtestülete ennek szellemében hívja meg városa minden fontos eseményére Tatát. Ilyen volt a mostani május végi alkalom is, amikor az olasz testvérvárosi kapcsolat 10. évfordulóját ünnepelték. Hiszen egy családban, amelyet jelen esetben a testvérvárosok alkotnak, bármelyik családtag születésnapja nagy ünnep. A francia Damaril et Lise-szel hihetetlen baráti viszony alakult ki, polgár-polgárral, gyerek-gyerekkel, fiatal-fiatallal, sőt, ahogy hallom, itt szerelmek is fűződtek már magyar lány és francia fiú között. Sokkal nagyobb a hangsúlya a civil kapcsolatnak, mint a hivatalosnak. Milyennek a jelentősége? Én számomra ez egészen megható. Abban a beszédben, amit itt elmondtam az ünnepség kapcsán, próbáltam kitérni a barátságra. Az nagyon jó érzés, hogyha
ha Európában mondjuk tatai polgárnak igazi jó barátja van, aki figyel rá, aki állandóan jelentkezik, aki állandóan kérdezi, hogy mi a probléma, miben segíthet. Ez valami fantasztikusan jó érzés. A gazdasági kapcsolatok terén Mignon úr ígéretét bírom, hogy egy gazdasági szakemberekből álló küldöttséggel eljön Tatára, és akkor a testvérségi kapcsolatnak ezt a részét megpróbáljuk erősíteni. Mégpedig ez egy baráti ígéret. Ez egy baráti ígéret. Szerencsés véletlen, hogy Tata és Dammarele Liz között olyan sok a hasonlóság. A park s benne a 13. századi rom, a Szent Mária apátság falainak maradványa, a mi angol parkunkban lévő s a Bencés apátság köveiből emelt műromra emlékeztet. A két város lélekszáma is közel azonos. A Szajna közelsége miatt épp olyan vízivárosi élet zajlik vitorlásokkal és horgászcsónakokkal, mint nálunk. A gyerekek szabadidejükben dzsúdóznak, vívnak, vagy még nyárderekán is hokiznak a fedett jégpályán. Dammarele Liz Párizstól 40, Tatától 1500 kilométerre fekszik. Az út hossza nem változik ugyan, de a távolság rövidülhet, ha mindannyian úgy akarjuk. Még mindig francia-magyar kapcsolatoké a főszerep. Egy Tatán született Franciaországban élő, tulajdonképpen ugyan francia állampolgár, de valahol a lelkeméjén mégis magyar, egy francia kitüntetést kapott. A dokumentumok alapján a tatai születésű Lentulai György 1995. december 31-én megkapta a francia becsületrendet. A francia becsületrend, amelyet a Napoleon alapított, és hát francia viszonylatban is nagyon kevés embernek van meg, azt kaptam a Magyarország és Franciaország között képített kapcsolatok elismeréséért. A kapcsolatokban értjük úgy a műszaki, kereskedelmi, kulturális, jótékonyságú, az összes minden irányú kapcsolatoknak a kifejlesztését, amelyet 5 év alatt értem el. 1957. március óta élek pontosan Franciaországban. Egy példa, amit nagyon sikeresnek mondok, és ami országos viszonylatban szintén fontos tényező, a Gaz de France-ot, amely az egész Dunántúlt, mint gáz szolgáltató megszerezte. Azt én hoztam Magyarországra teljes egészében, én jelentettem be, én hoztam őket, az irodájukat béreltem, és az egész működésüket itt beindítottam, Tatára elhoztam őket itt hivatalos tárgyalásokra, Győrben, stb. És végső fokon az egész Dunántúlt ők nyerték el a privatizáció alapon, ami egy nagyon fontos tényező gazdasági vonalon.